Sziasztok, Weigert Péter vagyok, és a MIGBATES Hungary-t képviselem ebben a videóban. Számos fórumon olvastuk, hogy érdeklődtök nyerő tokhalascsalik és bevált praktikák iránt, ezért fejünkbe vettük, hogy forgatunk nektek egy olyan filmet, ahol elkalauzolunk titeket a tokhalazás rejtelmeibe. Sokan szeretnétek megfogni ezeket a gigantikus erővel rendelkező, hatalmas nagyságra is megnövő halakat, ezért szeretnénk nektek segítséget nyújtani és A-tól Z-ig bemutatni azt, hogy erre a halfajra hogyan lehet igazán eredményesen horgászni. A MIGBATES csali palettájában találhatok kifejezetten tokhalak számára fejlesztett csalik, ezeket a csalikat, illetve fogósságukat szeretnénk nektek bemutatni, na de nem csak a szokványos módon. Ebben a videóban amellett, hogy bemutatjuk nektek ezeket a csalikat, számos trükköt és praktikát is igyekszünk majd nektek megmutatni, ezek azok, amelyek számunkra az elmúlt évben igencsak bizonyítottak. Gyertek, tartsatok velünk, ez itt a tokhalak nyomában! Az elképzelésünk az volt a túra tervezése során, hogy több olyan magyar horgászvizet is felkeresünk, ahol különböző módszereket bemutatva tudunk tokhalakat fogni. Sokszor előfordul, hogy a horgászatra nincsenek napjaink, maximum pár óra áll rendelkezésünkre. Meg szeretnénk nektek azt mutatni, hogy így is lehetünk eredményesek, ha tudjuk, hogy hol keressük a halat, és előre megtervezzük a stratégiát. Néhány órára érkeztünk ide a Szászpa horgásztóra, nézzük, hogy milyen eredménnyel fogunk tudni itt horgászni. Nemrég érkeztem ide a tóra, bedobtam a botokat, nem sokára pedig Olivér is majd érkezik utánam. A helyi szabályok értelmében akár 3 bottal is horgászhatok, és a tervem az az volt, hogy több távot fogok meghorgászni, mivel az időm kevés és még a víz is hideg. A mögöttem látható kicsit keményebb bottal a tónak a közepét céloztam meg, ez körülbelül egy olyan 120 méteres távolság lehet. A köztes bottal az e között lévő távolságot céloztam meg, míg a harmadikkal, mivel ugye tokra horgászunk, egy körülbelül 3 méterre helyeztem el a szerelékeket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz majd az első kapás. És íme meg is van az első tok, bőven 20 kg felettire satszolom, megpróbálom megemelni. Ez a rapid peca beigazolódott, hogy működik, ismertük a halakat, hol táplálkoznak, kigondoltuk előre a stratégiát, és egyszerűen fantasztikus, hogy 2 órája vagyok itt, és meg lett az első gyönyörű hal. Úgyhogy megpróbálom nektek megmutatni. Nem lesz egyszerű, de bízom benne, hogy sikerül. De ez egy gyönyörű hal. Csak így tudom megfogni. Nem szeretnék benne semmi esetre sem kárt tenni, úgyhogy inkább magamhoz ölelem, és így mutatom meg nektek. Hatalmas, gyönyörű.
teljesen végigéri a Bony-bölcsőt. Úgyhogy vissza is engedem. Az a helyzet, hogy a tógazda segítségét kértem, ugyanis a tokhalakat úgynevezett ringatós módszerrel kell elengedni. Ez azért fontos, mert fejnehezek, lesüllyednek, és egyszerűen meg kell várjuk, amíg ők maguktól elúsznak a kezünk közül. Ez egy 20 pluszos tokhal, és a kedves tógazda elrohant és hoz nekem egy kesztyűt, mert nagyon-nagyon hideg még a víz. És látjátok, már egy kicsit kezd magához térni, de megígértem a tógazdának, hogy megvárom, míg visszajön, és megvárjuk, amíg ő akar innen elúszni a két kezem közül. Nagyon-nagyon hideg a víz, biztos, hogy nagyon vörös lesz a tenyerem, mikor innen kikászálódok, de ez mindent megér egy ilyen halnak a megfogása. Őskövületek ezek a halak, és már egyre inkább magához tér. Nagyon fontos, hogy mindenféleképpen ne csak úgy visszaengedjük, mint egy pontyot, hanem várjuk meg, amíg ő akar elúszni a kezünk közül. Gyönyörű, gyönyörű halak ezek. Vigyáznunk kell rájuk. De kapom is a kesztyűt. Egy picit át fogom tőled venni. Oké. Okay. Lefagyott már a kezed szerintem. Oké. Okay. És már menni is. Már megy is. Meg is. Na uram! Elég rövid idő alatt, gyakorlatilag 2 óra leforgása alatt meg is lett az első tokhal, ami több mint 20 kg-ot nyomott. Egy kicsit engedjétek meg, hogy bemutassam nektek azt a taktikát, amivel ide erre a vízre készültem, ugye ahogy említettem már, a víz hideg, és csak néhány órát terveztem itt horgászni. A Big Bass csali palettájából kiválogattam azokat a csalogató anyagokat, amiket kifejezetten tokhalakra fejlesztettek ki. Így halibut pelletet meglocsoltam lazacolajjal, és ráöntöttem egy kis jessit, és a csali pedig jessi és egy G2 crab pop-up volt. Ezután ezt, amit összekevertem, hagytam egy picit állni, és utána a part közelében gyakorlatilag 3-4 méterre beszórtam ezt a csalogatóanyagot, és erre érkezett meg ez a gyönyörű szép tokhal. Íme itt a második gyönyörű tokhal. Bevált a taktika, tényleg azt kell mondani, mert pár óra leforgása alatt ilyen gyönyörű halakat fogni, tényleg bizonyított a csali, meg az elképzelés. Úgyhogy én már nagyon-nagyon boldog vagyok. Mindjárt vissza is engedjük ezt a csodálatos halat is. Ahogy az előző videóból is megmutattuk, akkor kell elengedni, amikor ő el akar menni. Ő igen virgonc volt, nem kellett sokáig ringatni, úgyhogy a kezem se fagyott szét ezúttal. Egy igazán eredményes néhány órás horgászatot tudhatunk magunk mögött itt a Szászpa horgásztavon. A kitalált taktika, a csalik működtek, és néhány óra leforgása alatt 2 gyönyörű tokhalat is sikerült a szágba tereljek. Most nem sokára indulunk tovább a következő helyszínre, ahol újabb kihívások elé állítjuk a csalikat. Most autóba szállunk, irány a következő tó. Nem megyünk messze, de annál izgatottabbak vagyunk, hiszen jön a tokhalak éjszakára.
félből ezzel a kisebb tokkal húztál. Ahogy lefeküdtünk utána egy, hát szerintem egy órában körülbelül. Megpróbálom itt megszákolni. Megvan a pozsári első. Szép. Bennem mindig is egyfajta csodálatot ébresztettek ezek a halak. Ezek a halak élő őskövületek, több mint 200 millió évvel ezelőttre vezethető vissza kialakulásuk. Vándorló életmódot folytatnak természetes életterükben, és a tengerekből úsznak fel ívni az édesvízi folyókon. Magyarországon a víza például több száz kilóra is megnőtt, de a túlhalászás és a gátok építésének következtében ma már sajnos nem igen találkozhatunk vele a Dunában. Számos törekvés indult már ennek megváltoztatására, ahol vágótokot, vizákat és szép számmal kecsegéket is telepítettek élővizekbe. Néhány ilyen telepítésen volt szerencsém nekem is részt venni, ahol igazán jó érzés volt azt látni, hogy az embereknek fontos lett az, hogy ezek a halak újra benépesítsék folyóinkat. Ezek a halak a fenék közelében tartózkodnak, és alsó állású szájukkal odalenn keresgélnek táplálékot. A szerelékünket és a csaliainkat is ennek a különleges halnak az életmódja szerint állítottuk össze. Megérkezésünk óta már három gyönyörű tokhalat is sikerült fogjunk itt a Pozsár horgásztavon, ami egy gyönyörű kis vízterület. Azért is döntöttünk emellett a vízterület mellett, mert néztük az időjárás előrejelzést, és mínusz 10, mínusz 12 fokot is jósoltak az estére. Bíztunk benne, hogy a helyi ásványvízgyár víz utánpótlása miatt ez a víz valószínűleg nem fog még befagyni. Ennek ellenére körülbelül 2-3 méterre a vízparttól teljesen behártyásodott reggelre a tó, úgyhogy ez egy jó döntés volt, három gyönyörű tokhalat is sikerült már fogjunk, még van hátra néhány óránk, reméljük még sikerül néhányat megmutatni a kamerának. Nem telt el sok idő, és megjött a következő hal innen partszélből. Megint csak egy hatalmas nagy tok van a porog végén, és a taktika igazából ugyanaz, 2-3 méterre a parttól. Megint hihetetlen erő, amivel küzdenek. Az eddigi legdurvább fárasztás. Nagyon-nagyon küzdött, nagyon-nagyon ment. Ez a hal tetszik a vehemenciája miatt már csak idáig a legeslegjobban. Gyönyörű szép hosszú hal, egészséges. Ugyanúgy partszélből. Hát a technika és a csali nem hazudtolja meg magát. Úgy néz ki, megpróbálom megmutatni. Ígértük a videó elején, hogy a csalik fogosságát nem csak a szokványos módon igyekszünk majd bemutatni nektek. Ezért most körbe fogunk járni a tavon, és az itt horgászó embereknek, horgásztársainknak fogunk adni ebből a Jesse nevű csaliból. Várunk még néhány órát, hogy megnézzük, kik azok a horgásztársak, akiknek kevésbé vannak kapásaik, és adni fogunk nekik ezekből a csaliból. Itt van már rajtam a fejkamera, úgyhogy lassan útnak indulunk. Hello, sziasztok! Ciao, szia! Ja. Fogtatok már tokot? Még nem. Még nem. Itt még nem. Szeger Péter, a MIGBASE-nek a termékpalettáján van kifejezetten olyan csali, ami tokoknak a megfogására javallott, úgyhogy ezekből szeretnénk nektek adni, hát a ti sikere jártok, hogy már a harmadik tokunkat fogjuk, kettő ebből 20 kilós volt, és egy rövid, olcsi, egy
pár óra leforgása alatt gyakorlatilag ugye így sikerült megfogni ezeket a halakat, úgyhogy adunk nektek akkor ezekből. Szívesen kipróbáljuk, köszönjük. Megszagízhatom? Persze. És a tüdíppeltétek, vagy már így van a csalá? Nem, ez így van eleve. Ez, így, ez direkt tophalra van. Ja. Kifejezetten. Az ízese rossz. És ahogy akkor mondod, ebből egy kicsit összefaragod, de ez, ez eléggé megemeli, úgyhogy jóskán meg kell faragni. Aha. Ezt a végére, hogy megemelje, de csak pont annyit, hogy így kikönnyítse. Itt Pozsáron se tértünk el attól a csali választástól és etetési megoldástól, ami bejött már Szászpán. Kevés halibut pelletet használunk etetésnek, és ízeiben próbáljuk visszahozni azokat a jegyeket, amiket a tokhalak megszoktak a természetes táplálékaikban. Csalinak a Jesse termékcsaládból használjuk a 18-as előre dippelt golyókat, és még a pelletünket, valamint még a golyókat is picit meglocsoljuk az ehhez illő juice-szal, a Jesse dippel. Ahhoz, hogy visszahozzuk a természetes ízeket, egy kicsi lazacolajat adunk még hozzá a csalinkhoz is, kicsit megáztatjuk benne előtte, valamint a halibut pellethez is adunk. Nézd ki, hogy ma nekem is ki fog jutni a jóból. A csali változatlan, Jesse. És nem érződik olyan rossznak, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy valójában mekkora, amikor földugja a feje búbját. Annak ellenére, hogy még jócskán hideg a víz, nem bírok ezzel az erővel, egyszerűen remegő kézzel vagyok így az ötödik perc után lassan. Brutál erőben vannak, elképesztő. Ezekkel a halakkal nagyon fontos, hogy kivált kép kíméletesen bánjunk, ezért is nem visszük ki őket a partra. És hát akkor megpróbálom megmutatni nektek, még mielőtt megmutatnám a halat, annyit elmondok gyorsan, hogy a taktika nagyon egyszerű volt, bedobás után egy 20 percre el is vitte. Igazából egy szem Jesse, pár méterre a parttól, tényleg 3-4 méter, és nem is kellett sokat várni, úgyhogy úgy néz ki, hogy működik, amit kitaláltunk, és reméljük, hogy lesz még pár szép ilyen hal. Nem mérlegeltünk, de szinte biztos, hogy 20 fölött vagy 20 körül van. Fú, brutál izom. Brutál. Véget ért a horgászatra szánt idő. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ugyanis 5 tokhallal sikerült zárnunk a Pozsár horgásztavon a horgászatot. Előtte egy rapid néhány órás pecán vettünk részt a Szászpán. Ott is 2 tokhallat sikerült fogni, úgyhogy összességében 7 darab tokhallat fogtunk. Működtek a csalik, működött a taktika, amit kitaláltunk. Reméljük, hogy ti is tudjátok majd ezeket használni, és hasonlóan szép eredményeket tudtok majd elérni tokhal horgászat tekintetében. Sziasztok, várunk titeket a következő részekben is!